Gazdasági magazinunkkal a sikerrel jelentkezünk. Jó estét kívánok! Tudományos kísérletek, LEGO robotok és 3D-s nyomtatás. Mindezekkel és sok más érdekességgel is találkozhattak a diákok a Szoboszlói úti általános iskola pályaorientációs napján. Az intézmény harmadik alkalommal rendezte meg a programot. A lényeg, hogy a gyerekek játszva ismerkedjenek meg a debreceni középiskolák továbbtanulási lehetőségeivel. Csütörtökön itt 15 középfokú intézmény mutatkozott be. Sorban álltak a gyerekek a tudományos kísérletek standjánál. A kisdiákok játszva ismerkedhettek meg az egyes debreceni középiskolák szakirányaival, és ajándékba egy úgynevezett ezüst kémcsövet is hazavihettek. A legbátrabbak az okos telefonokkal irányítható LEGO robotokat is kipróbálhatták, de az érdekességek közül nem hiányozhatott a 3D-s nyomtató sem. Összesen 15 állomás volt, a Debreceni Szakképzési Centrum, a Tankerületi Központ, az Egyetem és a Görögkatolikus Egyház középfokú intézménye is bemutatkoztak. A 13 éves Berki Nóra a tematikus nap összes lehetőségét kipróbálta. Ajándékba kaptam egy ezüst kémcsövet, mivel jól válaszoltam egy kérdésre, kipróbáltam a Bethlen gimnáziumot, ott nagyon tetszett a ilyen játék volt, egy Kahoo nevű játék, és meséltek a szakokról, hogy van turisztika, pénzügy és két tannyelvű szak. A helyes újraélesztés módját is elsajátíthatták a tanulók. A pályaorientációs élménynap lényege az volt, hogy a gyerekek a lehető legfiatalabb korban megismerjék, milyen továbbtanulási lehetőségek vannak a városban. Minél több információt kapnak, minél inkább játékosan az intézményektől, annál inkább el fogják tudni dönteni 13-14 évesen, hogy egyrészt melyik intézménytípus számukra megfelelő, de leginkább azt, hogy melyik szakirány, milyen tantárcsoport, mert jellemzően érettségit adó intézményekben folytatják tanulóink a tanulmányaikat. Az iskolában 430 gyermek jár, és az intézmény valamennyi osztálya végigjárta a pályaorientációs nap állomásait, az első osztályosoktól a nyolcadikosokig. A hetedikesek újongva fogadták, hogy jaj, de jó, még kapnak akkor lehetőséget arra, hogy a diákokkal, a középiskolák diákjaival beszélgessenek, együtt próbálják ki azokat a sajátosságokat, ami egy-egy intézményre jellemző. A pályaorientációs élménynapot harmadik alkalommal rendezték meg az iskolában. Ennyi fért a mai sikerbe. Kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek, viszontlátásra!